Csodás élményekkel tért haza Miami-ból Kelemen Henrietta, Bajna Tíme által szervezett Miss Universe Hungary szépségverseny tavalyi győztese. A magyar szépségnek 88 lány között kellett bizonyítania és képviselnie Magyarországot Floridában a verseny nemzetközi döntőjén. Vendégeim a stúdióban Kelemen Henrietta, valamint Bajna Tíme, a Miss Universe Hungary tulajdonosa és főszervezője. Jó reggelt! Hát gratulálok még akkor is, hogyha nem jutottál be a 15-be, és ezt te is így érzed, hiszen mondtad is, hogy nagyon nagy élményekkel tértél haza, és nagyon jó volt neked ez a kis kiruccanás, fogalmazzunk így, versennyel körítve. Így van, nagyon-nagyon jól éreztem magam, tényleg egy örök élmény marad, és soha nem fogom elfelejteni. Úgyhogy tényleg csak pozitívan gondolok arra, és egyáltalán nem vagyok csalódott amiatt, hogy nem jutottam be a legjobb 15 közé, mert úgy gondolom, hogy nem csak ez számít, hanem tényleg az a tapasztalat, azok az élmények, amiket megszereztem. Timi, miért kellett 3 héttel előbb kimenni? Mi történik egy ilyen felkészítő tábor során? Hát itt Amerikában nagyon komoly felkészítés van. A járáspróbákon túl elviszik a lányokat nagyon sok programra, hogy az adott várost, ahol megrendezik ezt a szépségversenyt, jobban bemutassák, illetve csinálnak kis videókat a lányokról, majmokat lehet simogatni, miket csináltatok még. Főzőverseny is volt. Sőt, hallom, hogy jótékonykodtatok is. Így van, ez a Stop Hunger Now nevezettű ilyen jótékonysági program, és ennek keretében kellett nekünk csomagolnunk az ételeket a éhezőknek, amiket később ugye elszállítottak nekik. Milyen volt kint a hangulat a lányok Nagyon jó között, volt. Hát ugye színfalak mögött? Hát ugye minden a 88 lány nem lehet megismerni, de akikkel jobban lettem, velük nagyon jól éreztük magunkat. Nyilván azért 88 lány, ha együtt van, nyilván lányok vagyunk, tehát... Kordában lehet tartani őket? Tehát ezt ilyen nagy csacsogásként tudom elképzelni. Amikor én szerveztem ezt az egészet, akkor azért voltak egy-két furcsa karakterű lányok is, akik vitték a többit el, de szerintem rendben voltál. A szobatársad ő milyen volt? A szobatársam is nagyon-nagyon kedves volt, vele voltam az egyik legjobba, úgyhogy igazából nagyon jó volt így. Timi, te is kimentél, ugye? Mikor érkeztél te meg? Igen, én pont a versenyre, a döntőre érkeztem, megnéztük még a főpróbájukat, és a versenyen pedig izgultunk, de pont ott a gyilokban ültünk fent a lelátónál, és a nyakamba ugráltak az indonéz emberek, és hihetetlen volt látni, hogy az indonéz emberek, illetve a latin-amerikaiaknak mekkora rajongótáboruk van, és igazából Kolumbiában is rengeteg Miami, vagy Miami-ban is rengeteg kolumbiai ember él, és emiatt nagyon nyomták ezeket a lányokat előre, hiszen nagy a nézettségük, illetve tudnak is így viselkedni, hogy egyszerűen hirdették magukat, meg ünnepeltették magukat. Heli, neked tetszett egyébként az első helyezett? Mi a véleményed róla? Én úgy gondolom, hogy a zsűri jól választott, tehát igazából 88 gyönyörű lány volt kint, úgyhogy szerintem jól választottak, mindenki szép volt, tehát szerintem teljesen jó, mert tényleg ez a lány gyerekkora óta úgy van felkészítve, hogy ő egyszer szépségkirálynő lesz majd, úgyhogy szerintem megérdemelte. Igen, Kolumbiában nagyon nagy a szegénység, és igazából ez az egyetlen egy kiugrási lehetőség van a kislányoknak, ugye? És gyakorlatilag egy egész gárda foglalkozik azzal, hogy egy kislányból egy királynőt faragjanak végül, akár plasztikai műtétek során, akár mindenféle művészeti órákon. Henny, egy picit, pár szóban értékeld a Timi munkáját. Milyen volt vele? Anyáskodó ott van mindenhol, és vigyázz rád? Igen, én nagyon-nagyon örülök, hogy hozzájuk mentem a versenyre, mert nagyon megszerettem a Timit, és tényleg mindenben segít. Bármiben tudok, hogy akár lelki problémám van, még azt is meg tudom vele beszélni, hogy a továbbiakban ez ne akadályozza a munkámat. Úgyhogy én nagyon-nagyon elégedett vagyok, és nagyon örülök. Nekem is fogadott hugicám lett. Igen. Na hát sok sikert a jövőre nézve, Timi, neked is. Igen. És hallom, hogy a cicáid is remekül szerepeltek a hétvégén. Igen, hál' Istennek. Kicsit aggódtam, hogy nem érsz oda a gálára szombaton, de aztán... Igen. Köszönjük. Aztán tavasszal lehet jelentkezni, most már az idei versenyre is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.